Íme egy tuti jó dolog a bányász életből. Az ember ráül a szállítószalagra, és megy. De ezt is csak azért élvezem, mert én még nem tudom, amit a többiek már igen, a szalag a pokolba tart. 190 méter mélyen vagyunk a föld alatt. Vannak Magyarországon ennél sokkal mélyebb bányák is, de veszélyesebb nem sok. Az újoncok számára kötelező biztonsági tájékoztatón az derült ki, ami veszély elméletileg csak létezhet egy bányában, az itt mind jelen van. Úgy, mint vízbetörés, szénpor öngyulladása, metángáz, illetve szénmonoxid veszély, sújtó légrobbanás, szénomlás, és talán nem hagytam ki semmit. Egyre szűkebb ez a sapka, le lehet venni? Pillanatra igen, de úgy alapvetően nem kellene sokat időzni sisak nélkül, mert akkor a nyomást fogok uralkodni az éldeken a vasszerkezeteken. Egy elő szokott fordulni, hogy lelövi a csavarokat is. Ennek ekkora az csavarokat? Igen, ennek az elkerülésére, de jobb az embernek a fején. Ez az izé, ez mi? Ez egy sima kapca, tehát végül is ugyanaz, amit a lábunkra teszünk. Csak én ezt így átalakítottam. Robert azért teszi az egyébként a gumicsizmába való kapcát a fejére, mert nem szereti, ha a szénpor a tarkójára pereg. Gondoltam, ezt én sem szeretném, hát elrendezte az én sisakomban is a rongyot. Aztán meló. Egy kicsit befele, ez már túl nagy távolság. Ebben az irányra menjünk befele. Nyakkapca nem sokat ért a fejemre szakadó szénzuhatag ellen. Még az alsógatyám is tele lett. Úgy értem, szénnel. Még esetleg azt tudom ajánlani, hogy a nadrágot rá kellene húzni a csizmára, így akkor meg tudod akadályozni, hogy telefonjon a csizmát szénnél. Most már mindegy, van benne egy mázsa. Meglehetősen félelmetes érzés ülni egy szénkupac tetején a levegőben lógó szénfal alatt és deszkázgatni. Az ember azon gondolkodik, vajon mennyire védenének meg ezek a fenyőlapok, ha megindulna a hegy. Egyébként is, mintha itt véget érne a világ. Innen nincs tovább. Alattad szén, fölötted szén, jobbra szén, balra szén. A fekete lyuk nem az űrben van, a fekete lyuk itt van, itt a föld alatt, itt vagyunk benne. Lapátolni napvilágnál sem jó, itt pedig még rosszabb, pláne ekkora lapáttal. Ráadásul a hely is szűk, de nehogy azt higgyék, hogy ott is nyafogtam, dehogy igyekeztem kemény fiúnak látszani. Olyan keménynek, mint akinek meg sem kottyan a légkalapács, mint aki ha akarná félkézzel is simán kezelni a hatalmas húrót, de az igazság az, ezek a szerszámok majdnem leszakították a karomat és szinte kirázták az agyamat. De aztán legalább kiderült, mit is csináltunk eddig tulajdonképpen. Laikusként azt gondolhatnánk, hogy egyszerűen csak bányáztunk, de nem. Fülkét készítettünk, bejáró fülkét az egyedütámos pásztafejtésen, felraktunk két gerendát, azt elbéleltük, és mivel hogy a technológia nem engedélyezi, hogy több gerendát rakjunk föl, anélkül, hogy be lenne támozva, most annak az alját robbantással meg fogjuk robbantani, és támokat fogunk beépíteni, illetve a homlokot fogjuk elbélelni deszkával, hogy biztonságban érezzük magunkat. És a robbantó mester már készíti is a rudakat. Ezek kerülnek majd a kifúrt lukakba. Hat lyuk, hat pici bum. Épp csak akkorák, amelyek föllazítják majd a tömör szénfalat, és amelyeknek 100 méter távolságról mindössze ekkora hangjuk lesz. Robbantás! Pár perc pihi után újra munka, és újra zaj, bűz, kosz, levegőtlenség. Nem zártak ketrezbe a hülye kérdéseim miatt. Ez egy sínen függő bánya mozdony, én meg a mozdonyvezető. Ez az akció némiképp földobott, de már nagyon vártam a kajaszünetet. Persze ennivalóm nem volt, de Robert megosztotta velem az övét. Tejet vagy kakaót? Milyen a választék? Amúgy. Tejet. Jobban illik a szénhez, nem? Vagy melyiket szereted? Én nekem mindegy, nagyon, amióta nem iszom, azóta nagyon bejön a tejtermék. Teljesen mindegy, hogy melyik. Jó étvágyat. Volt, ha. Korábban ittál? Ez ilyen bányászbetegség szerintem. Igen? Ilyen feszültségoldásnak. Valamilyen szinten belemenekül az ember. És most akkor hogy oldod a feszültséget? Sportolok inkább. Tehát valamilyen szinten, ami... Már úgy érzed, hogy munka közben? Nem, itt úgy megpróbálom magamat
Ezután, a meló után elmész edzeni? Igen. Mit? Testépítés. Tehát ez önmagában testépítés, nem? Nem, a bánya szép testet nem csinál. És mivel Robert szépet akar, egy-egy kemény műszak után még edz is. Pedig nekik különösen kemény a munkájuk. Ebben az aknában a munka nincs gépesítve. Robert és csapata az egyetlen az országban, amelyik még a hagyományos, csákányos, lapátolós módszerrel dolgozik. A Mányi bánya többi aknájában is már rég fúrópajzsok dolgoznak az ember helyett, de itt még nem. Elképzelhetetlenül nehéz fizikai munka ez. Nyilván nem véletlen, hogy Robert 10 fős csapatából 6 férfi román, illetve romániai. Ők a zsilvölgyi bányákban edződtek. Személyesen tapasztalva a bányászok munkakörülményeit, azt kell, hogy mondjam, bár manapság nem divatos nagy szavakat használni, de talán nem volt túlzás a kommunista érában a széncsöta idején a bányászokat hősnek nevezni. Persze a hősök is emberek, és ha már túl sok szénport nyeltek, nyelnének utána mást is. Egy kis fröccsöt kér. Sör? Nem, hosszú lépés, hosszú lépést. Egy soproni kérlek. Fanta málnát kérnék. Mindenkinek van valami szép a szakmájában, de hogy ebben mi lehet a szép? Nincsenek önös érdekek itt egyben kell gondolkodni. Tehát itt, ha 8 vagy 10 ember együtt dolgozik, azok annyira egymásra vannak utalva, valamilyen szinten segíteniük kell a másikat ahhoz, hogy az egyes embernek a munkája is elkészüljön. Az apám apja is bányász volt, az apám is az volt. Először én is megijedtem, amikor ide kerültem. Valamilyen szinten őtőle kaptam az, hogy megszerettette velem ezt a szakmát. És sokszor, amikor az ember látja, hogy fiatal 18-20 éves sutyó autócsodákkal, szilikonos macákkal villognak, mégis azt mondom, hogy nem érjük, meg nem bánom azt, hogy ezt az életet értem, hogy ez jutott. Hajnali 5 óra 20 perc. Megérkeztek a buszok, kezdődik újra a műszak. Ugyanaz újra és újra. Kabát a ruhatárba, aztán a fehér öltözőben vetkőzés mesztelen. Miért is belefáradtok? Hát valamilyen szinten igen. Már hogy én igen, azt megértem. Monotonnál válik egy idő után ez. Főleg a második nap után monotonnál. Főleg azoknak, akik gálandó reggel járnak. Szóval egyik másképp áll be a szervezetük, akik szakba járnak. Ukrán gyártmányú életmentő készüléket és lámpát vételez mindenki, majd rövid eligazítás és irány újra a busz. 3 busz indul ki az aknához, régen 8-10 ment. A 10 perces úton legtöbben még alszanak, már ha tudnak a zsugázóktól. 6-ra kiér a busz a tárnához. Az éjszakás műszak már fönt van és kávézik. A váltás megjön és kávézik. A Holle anyónak becézett hölgy 10 éve még 2000 kávét főzött legalább naponta. Ma csak néhány százat. De novembertől már egyet sem fog. A tervek szerint évvégén bezár ez az üzem, mert leáll majd a tatabányai erőmű, ahol eddig használták a Mányi aknák szenét. De minden gond és a brutálisan nehéz munka ellenére a meglehetősen vaskos bányász humor továbbra is működik. Tapasztaltam. Mágyalus! Fász a betegsége van a kesztyűn. Bejött. De jó ujjat, ott hagytatok szabadon. Majd jön itt. Ki volt? Vagy legközelebb számít? Aztán órákon át semmi tréfa, csak munka. Robert tavaly kiváló bányász kitüntetést kapott. Nem a plecsni miatt, de alkalmi főnökömet itt kifejezetten tisztelik. Mert profi, akár a többiek. Én meg még a második napon sem igazán értem, hogy mit is csinálnak pontosan. Annyi biztos, hogy hiába tűnik kaotikusnak a kép a laikus előtt, a szénkitermelési terv az minden nap teljesül. Mert hogy teljesítménybérben dolgoznak. Ha megvan a norma, megvan a pénz is. Ha nincs, hát csökken a pénz is. Munkájuk értékét tovább növeli, hogy a norma teljesítésében még én sem tudtam megakadályozni őket. Pedig szinte folyamatosan az volt az érzésem, csak lábatlankodni tudok, segíteni nem. És ami még rendkívül furcsa volt, nincs itt elvtárs és nincs itt úr. Ezek a marcon a férfiak pajtásnak szólítják egymást. Ez a bevett bányász formula.
Kétség kívül ők melóztak többet, de a műszak végeztével felajánlották. Kivisznek hordágyon, mert úgy látják, már alig állok a lábamon. Rendes fiúk, gondoltam. Akkor így a végén jó szerencsét mindenkinek, sokkal többet, mint a mányi bányászoknak. A naplóban M. Kis Csaba, akarom mondani, M. Kis Pajtás riportját látták. M. Kis Pajtás most komoly gondban van, a veszélyes kalanddal önmagának adta föl a leckét. Ahhoz, hogy a következő állásával megint túlszárnyalja az előzőt, legalábbis oroszlán szelídítőnek kell állnia, hát majd meglátjuk.